2008-ban megkezdett tevékenysége óta több száz kilométer aszfaltút és egyéb beruházások ünnepélyes átadóján kaphattuk Lencse végre Borbói Csaba megyei tanácselnököt, aki sok esetben a kistelepülések problémáinak megvitatásakor is jelen van, a helyi termelők sorsát is folyamatosan szem előtt tartja, de részt vesz kulturális és sporteseményeken is. A Hargita megyeiek az utóbbi években egy mozgékony, dinamikus politikust ismerhettek meg Borbói Csaba személyében, aki majdnem mindenhol ott van, ahol valami értelmes és értékes történik, illetve ahol gyors probléma megoldásra van szükség. Ő az, aki teljesen újszerű módon az újságok SMS rovataiban is válaszol a neki vagy az általa vezetett hivatalnak címzett üzenetekre, aki rádióműsorokban is rendszeresen válaszol a kérdésekre. Nem is mindig a legnagyobb probléma az, hogy valamire megvan a pénz, vagy megvan-e a lehetőség, hanem van erre akarat, van erre összefogás, és ez hogyan valósul meg. És hát ilyen szempontból nagyon fontosnak tartanám, hogy a megyénk lakóinak betekintést nyújtsak a megyei tanács irányításának a folyamatába, és ehhez kihasználom minden lehetőséget, ugye rengeteg találkozó, rengeteg fórum, rengeteg gyűlés van, mindenkinek az e-mailjére válaszolok az SMS-ekre, ha bárhol van lehetőség, akár a tárrádióban, bárhol, ugye élőadásban is szoktam válaszolni a lakosság felvetésére, hisz nehéz 306 000 embernek a véleményét, az elképzelését és a visszajelzéseit valamilyen formában összegyűjteni, csoportosítani, és azt szerint azokat figyelembe venni. A rendes havi tanácsüléseket gyakorta más-más településen tartják, itt éppen Sikaszóban gyűltek össze a tanácsosok. Talán mindezeknek köszönhetően az átlagember már a jóval pontosabb fogalmat alkothat a megyei tanács és elnökének feladatköréről, munkájáról, de Borbolyék most tovább tágítják a kört. A Töltsön egy napot velem című kezdeményezés most bárkinek lehetőséget kínál, hogy betekintést nyerjen, miként zajlik az elnök egy munkanapja. Elkísérhetik értekezletekre, tárgyalásokra, a beruházások átadására, miközben kérdéseket tehetnek fel. Erre a lehetőségre jelentkezni a megyei tanácselnök honlapján lehet. Egy másik újdonság pedig az, hogy a napokban nem csak Borbói Csaba hivatalos honlapján, hanem február 26-áig az rmds.ron is feltehetik az elnökhöz intézett kérdéseiket csupán két kattintással. Ezekre a politikus március 4-éig igyekszik válaszolni.